Tovább bővül a térfigyelő kamera hálózat a kerületben. Az elmúlt évben egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően 13 kamera telepítésére volt lehetősége az önkormányzatnak, melyeket a legfrekventáltabb területekre helyeztek ki. A kerület vezetése a bővítésen felül a meglévő kamerák fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. A kamerahálózatnak a kiépítése az a 90-es években történt, és azóta nagyon sok olyan probléma került elő, amit most már nem lehet tovább húzni, így ebbe a költségvetésbe, a 2016. évi költségvetésbe már tervezünk egy elsőtemes, komolyabb fejlesztés, ami azt jelenti, hogy vannak olyan kamerák, amit már teljesen ki kell cserélni, illetve a hálózatnak a fejlesztése is szükséges. A rendőrkapitányságra bekötött kamerákat folyamatosan felügyelik, a kivetített képeket pedig több monitoron is követik. Ha a felügyeletet ellátó személy valami gyanúsat észlel, rá tud közelíteni az adott képre, de akár a helyzetét is meg tudja változtatni, mivel az újabb készülékek 360 fokban elfogadható optikával rendelkeznek. 24 órában dolgoznak a kollégák bent a megfigyelő állomáson, 12 órás váltásban figyelik a, a monitorokat. Egyéni észlelés alapján dolgozunk leggyakrabban, illetve a rádióforgalmazásban elhangzott információkat egyből, hogyha olyan területen van, ahol kamera van, akkor elkezdik elemezni, visszanézni, és a látott kép alapján segítik a járőröknek a munkáját. A kerületben csak nem száz tér figyelő a közterületeket, melyből néhány csak adatot, még a többsége mozgóképeket is rögzít.